Egyre több a friss virág, és a sírhelyeket is napról napra többen tisztítják és szépítgetik Nyíregyházán az északi temetőben. Ez is azt jelzi, hogy közeleg minden szentek és halottak napja. Bár a látogatói létszám rendszerint október 23-át követően szokott jelentősen megemelkedni, a megyeszékhely sírkertjében már megkezdődtek az előkészületek. A temetkezési Kft., mint a temető üzemeltetője, meghozta a szükséges intézkedéseit ahhoz, hogy zavartalan legyen ez a tevékenység, illetve zavartalanul tudják a kegyeletüket leróni a hozzátartozók irányában. Felvettük a kapcsolatot a szolgáltatókkal, leszerveztük a hulladékszállítástól kezdve az ilyenkor kötelező kellékekkel a mobil WC kijelzését, felvettük a kapcsolatot a rendőrséggel, a hatóságokkal, a közterületfegyülettel, a polgárőrséggel, hogy ebben időszakban tényleg zavartalan legyen a látogatói tevékenység. Fejlesztések is folyamatban vannak a temetőben. Már látszik az alapja egy új urnafal építésének, és új gránit táblákat is kihelyeznek. A korábbiakat 2017-ben állították fel, azoknak az elhunytaknak a neve olvasható rajta, akiknek hamvait bemossák a park közös sírjába. Mivel hamarosan nem fér több név a táblákra, újabb héttel bővíti a bemosó parkot a temető üzemeltetője. Jelenleg a 2022-es évben a Nyíregyháza megyeújgó város által biztosított fejlesztési forrásból a mögöttem álló bemosó park kerül bővítésre. Ez közel 8 millió forintos forrás jelent. Jelenleg a beruházás abban a stádiumban van. Kihelyeztük a táblákat, a gránit táblákat, elkészítették a borostyánfalat, a térkövezési munkálatok vannak még hátra. A velem szemközti területen pedig a társaság saját forrásából egy 144 urnafülkéből álló urnafalat hoz létre a temetési helyek biztosítása érdekében. Pénzes Tibor hangsúlyozta, az 1997-ben temetett vagy újraváltott sírok, urnasírboltok 25 éves használati ideje, valamint a 2012-ben temetett vagy újraváltott urnafülkék 10 éves használati ideje évvégén lejár. A lejáratról hivatalosan nem értesítik a sírhelyek rendelkezőit, a dátum azonban szerepel a legutóbbi hosszabbítás számláján. Ha ez a számla az évek során eltűnt, a gondnokságon kell érdeklődni a sírhelyek érvényességéről, tette hozzá a temetkezési Kft. Ügyvezetője.